Szeptember 1-től látni fogja az állam, mikor, hol, melyik szálláson mennyi időt tölt a vendég, ugyanis egy új jogszabály szerint mindenkinek fényképes igazolvánnyal kell igazolnia magát a szálláshelyeken. Az adatokat a szállásadó lemásolja és feltölti a központi adatrendszerbe. A vendéglátók aggályosnak tartják ezt az új szabályozást. Eddig a vendég töltötte ki a szállodákban, panziókban a bejelentkezési lapot, amelyen szerepeltek az adatai, ha éppen a valósat adta meg. Ez most annyiban változik, hogy egy rendelet szerint egy leolvasó eszközt kell telepíteni a szállásadóknak, és a bejelentkezésnél el kell majd kérni a vendég iratait, és be kell másolni azokat az állami rendszerbe. Személyazonosító okmányt, ami lehet éppenséggel személyigazolvány, jogosítvány, vagy bármilyen fényképes igazolvány, ezt egy úgynevezett okmányszkenner alkalmazással, ez egy mobiltelefonos applikáció, ezzel olvassa be a rendszer, és így rögzül a szálláson, hogy kik tartózkodnak ott, mennyi ideig tartózkodnak ott. Ezt felháborítónak tartják a szállásadók. Értik azt, hogy eddig is fel kellett vinni a vendégek adatait egy úgynevezett ENTAK rendszerbe, de azt aggályosnak tartják, hogy átvitt értelemben nekik most igazoltatniuk kell a vendégeket, és lemásolniuk az irataikat, amihez állításuk szerint semmi joguk. Egyáltalán nem is értem, hogy én hogy kérhetem el nekem, hogy van jogom ahhoz, hogy elkérjem a vendégnek a személyi igazolványát, illetve a kártyáit, amivel be lehet azonosítani. Eddig is úgy volt, hogy ő bediktálta az adatait, bediktálta a nevét, titulusát, illetve hogy honnan jöttek, ugye címét. A szállásadók úgy érzik, a sok adminisztráció miatt lassan inkább könyvelők, mint vendéglátók. Ha nem hozza a vendég, nem akarja kitölteni, akkor mi lesz? Vagy ha a csoportból, a családból egy embernél nincs ott az okmány, vagy nem tölti ki, akkor őt küldjük el, nem engedjük be a szálláshelyre. A kötelező adatszolgáltatás szeptember 1-től lép hatályba. A törvény kimondja, az adatok rögzítése minden igénybevevő vendégre vonatkozóan egyformán kötelező. Így sem életkor, sem más változó alapján az adatok rögzítésétől eltekinteni nem lehet.